izzó csere, az Euro 6-os DAF nyerges vontatón. Ja, ezt keresem. Hozzá valók itt 105 darabos bit készlet, egy ilyen gyári kulcs, lehet, hogy ebből kell még egy, amit nem tudok még egyelőre, hogy hol van. És maga az izzó, ami 70 watt, 24 volt és H7-es. Tehát a motor ugye nem jár, lámpa nincs felkapcsolva, mert különben nem lesz jó. Ezt azért mutatom, mert ez megér egy misét, mert ez 5 perc az egész, szokták mondani, nem? Ez minimum egy fél óra. Ki kell választani gondosan a Torx csavart. Ezt itt ki kell csavarni. Ez a harmadik eset, hogy megpróbálok izzót cserélni. Ebből a háromból kétszer sikerült. Egyszer a szervíz csináltam meg, mert nem tudtam megcsinálni. Szégyen szemre. Hát ez van. Mindent én sem tudhatok. A trükk a dologban, hogy a felső tompítottat kell kicserélni, lecsavartad ezt a kettőt itt. Mutattam, lecsavartad ezt a kettőt. Ezt a felső, igen, a felső a tompított, az alsó a távolsági. Elcsavarod, leveszed. Ott van az izzó. Ott van az izzó. Ezt mondja, milyen csavart tettek bele nekem? Torx csavart, ugyanolyat tettek bele, de jó. Na, a lényeg, fogod ezt a gyári kulcsot, és ezt a két csavart nem csavarod ki, mert én ott rontottam el, hogy kicsavartam, nem. Nem szabad kicsavarni, csak fel kell lazítani. Belülről látod itt a feketét, azért fekete, mert ugye én már kicsavartam, és nem tudtak beletenni másikat, mert beleesett ide a lámpába, a búrába, és ilyen volt csak. Szóval meglazítod ezt a kettőt, és elcsavarod felfele, balra, kiveszed az izzót, innen látszik, hogy nem jó. Itt már látod, hogy nem jó az izzó. Akkor próbálnám úgy, hogy rátenni valamire a kamerát, hogy hát ha látszik. Így egy kicsit látszik. Két kézzel megfogva ezt lefeszíted róla, illetve a másik oldalán valahogy egyszerre a kettőt, hogy lebírt húzni róla ezt a kábelt. Ehhez segítségül hívok egy kést. Itt van a jó kis migránsos késem, ugye, amit a kolbászhoz adtak, az most nagyon jó szolgálatot fog tenni. Így remélem látszik. Lepattintod az egyiket, majd a másikat, de próbálod úgy, hogy közben ne essen le, mert erre a fém darabra szükségünk lesz. Tehát az nem baj, hogyha a... Hoppá, visszapattant. Nem baj, hogyha az izzó leesik, mert ugye az már úgyse jó. De erre a fém darabra itt szükségünk lesz. Így alá feszítve. És már bepattant a másik. Így. Itt is alá feszítesz, hoppá, lejött. Király. Király, ez volt eddig 4 perc 20 másodperc. Plusz a magyarázás, nem baj. Tehát 4 percnél járunk, ez egy 5 perces meló. Megjegyzed, hogy hogy volt rajta. Tehát itt, ahol van ez a nagy, itt legyen a nagy. Ahogy mutatom, itt mutatom. Fontos megjegyezni, hogy hogy volt. Bár érdekes, hogy már most se jó van. Nem baj. Nem jó? Így.
úgy van kitalálva, elvileg, hogy nem megy össze csak egyféleképpen. Én a másik oldalt már megnyomorítottam, úgyhogy... Na hát érdekes módon ez így van összerakva. Igen, jól láttam én, hogy nem jó van. Tehát fordítva van. Ahol van ez a pöcök, ott legyen a nagy, ugye? Nem jó volt benne az előző se, nem baj. Jó. Fasza. Fontos, hogy a búrát azt nem szabad kézzel megérinteni. Ugye az embernek zsíros a keze, meg minden nem tesz jót neki. Aztán, hogyha megfigyelted, bár én ugye most megint nem figyeltem, ha megfigyelted, akkor emlékszel, hogy hogy volt rajta a kábel. Na már most próbálom rárakni úgy, hogy közben, hogy rá is menjen, meg hogy közben nem is nagyon fogdossam össze. Erről az oldalról már bepattant, itt erről az oldalról is bepattant, király. A most jön a dolognak a neheze, ugyanis be kell rakni. A visszahelyezés az a szívás, és pontosan ezért szívás, mert látod, hogy van. Ugye a két fellazított csavar alá be kell rakni ezt. És hogyha nem jól raktad rá a kábelt, mint most, akkor ezt nem fogod tudni megtenni. Szóval, de nem jól raktam rá a kábelt, meg kell fordítani ezt az egészet. Késsel óvatosan lefeszegeted, közben vigyázol az izzóra, mert most már nem szeretnénk, hogy leessen, mert ez az egy van, ezt is úgy kértem. Hát lehet jó, hogy lehet, hogy egy kicsit összefogdosom, de nem szándékos. Jó, megfordítom. Hát ettől függetlenül fog működni, csak nem használ neki. Megfordítom, hogy majd most hát, ha jobb lesz. Ugye mindjárt könnyebb lenne, hogyha ez a kábel hosszabb lenne, de a költséghatékonyság érdekében ezt a kábelt minél rövidebbre tervezték, mert így alacsonyan tudják tartani a vontatónak az árát. Ezáltal olyan emberek és cégek is meg tudják vásárolni, akik egyébként nem tudnák, ezért ez a kábel egy olyan 5 cm-rel rövidebb mind a két oldalon. Csak hogy világos legyen, hogy mi miért van. Ha ez megvan, beraktad, ide elfordítod. Várjál, meg közben kell ez a gyári kulcs, amit adtak hozzá. Elfordítod, és meghúzod ezt a két csavart, amit a legelején fellazítottál. Jó, az jó. Látod, és most meghúzom ezt a másikat is. Hoppá, nem találok bele, mert ugye nem látom. Hol van? Na most nem látod a kezemtől, de most benne van. Jó. Így néz ki összeszerelt állapotában. Na. 9 perc, 10 másodpercnél járok. Jó redvás lett. Mi legyen? Hát be kéne, fel kéne kapcsolni, jó. És tessék, az ember el se hinné, de működik. Jó, akkor nem 5 perc, legyen 10. Várjál, mert még nem végeztem. Még nem végeztem. Ezt lekapcsolom. Ezt visszarakod. Így. Aztán megkeresed ezt a burkolatot, amit ide lelöktem. Így visszailleszted.
Hol az a két csavar? Itt van. Visszacsavarod ezt a kettőt. Azt a másikat is. Jó. Na, stopper vége. 10 perc, 36 másodperc. Ez még eddig a legjobb időm. Fejlődök azért én is, látszik. Na, ezt úgy kell elképzelni, hogy legelőször, mikor nekiálltam, ez 45 perc volt, és nem tudtam összerakni. Tehát 45 percig kínlódtam vele, és nem sikerült megcsinálni. Azért, mert hát én nem tudtam, hogy nem kell kicsavarni azt a két csavart. Kicsavartam ugye az egyiket, kijött, kicseréltem nagy nehezen az izzót, rájöttem, hogy hogy kell, és utána az egyik csavart vissza tudtam csavarni, ja igen, mind a kettőt kicsavartam, egyiket vissza tudtam csavarni, a másikat nem, beleesett a lámpába, és onnantól kezdve össze se tudtam rakni. És ezt 45 percig csináltam pedig. Tehát ennyi, nem 5 perc, de azért 10 perc alatt meg lehet csinálni.